nincs terhelő adat a nemzetbiztonságnál, de az elődeiről sincs. Szövetkezetben dolgoztatná az arra nyitott nyugdíjasokat a kormány, a tagoknak vagyoni hozzájárulást kellene vállalniuk. Cibere Károly szerint az a szervezet követette valódi jogsértést, amely beszámolt a Gödi otthon állapotáról. És hamarosan kezdődik a hatalomátadás Franciaországban, miután Emmanuel Macront megválasztották elnöknek. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, köszöntöm Önöket! Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatban semmilyen terhelő adat, információ nem áll rendelkezésre. Erről számoltak be a szolgálatok a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, ahová sem Orbán Viktor, sem az állításokat megfogalmazó Gyurcsány Ferenc nem ment el. Az LMP úgy látja, be kellene fejezni ezt a szappanoperát, a Fidesz pedig a szocialisták és a DK játszmájának tartja az ügyet, amelyben a miniszterelnök nem akar részt venni. A magyar miniszterelnök Oroszország által zsarolható helyzetben van. A DK elnöke hetekkel korábban beszélt arról, hogy évekkel ezelőtt kapott tájékoztatást arról, hogy Oroszországban információkkal rendelkeznek a Fideszhez és személyesen Orbán Viktorhoz köthető törvénytelen pénzek mozgásairól. Gyurcsány Ferenc akkor 72 órát adott a miniszterelnöknek, hogy tisztázza magát. A Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére azonban egyikőjük sem jött el. Orbán Viktor gyáva, Orbán Viktor megfutamodott, nem vállalta a szembesítést és a szembesülést azzal az információval, amiről Gyurcsány Ferenc szembesítette volna őt is és a bizottság valamennyi tagját. A DK elnöke azért nem perel, mondta a szóvívő, mert nem bízik a legfőbb ügyészben, Polt Péterben. Gyurcsány Ferenc távolmaradását azzal indokolta Gréci Zsolt, hogy Orbán Viktort, akit szembesíteni kellett volna az információkkal, nem jött el. Minden szolgálat kijelentette lényegében, hogy a miniszterelnökkel kapcsolatban semmilyen terhelő adat, információ, dokumentum nem áll rendelkezésre, tehát innentől kezdve ez egy megnyitott és le is zárt napi rend lett. Szél Bernadett sem lepődött meg azon, hogy az érintettek el sem jöttek az ülésre. Mindannyiunknak az az érdeke, hogy ez a szappanopera ez befejeződjön. Ha Gyurcsány Ferenc számára bármilyen információ rendelkezésre áll, akkor itt és most el kell hoznia a Nemzetbiztonsági Bizottság elé, de az egész bizottság elé, és be kell mutatnia. Német Szilárd szerint ez az ügy két párt játszmája, amiben a miniszterelnök nem akar részt venni. Leszeretnék játszani azt a meccset, amit az MSZP a DK-val folytat abban, hogy akkor most kinek a jelöltje lesz majd a jövőre a miniszterelnök jelölt, és ki tud nagyobbat hazudni, vagy ki tud, hogy mondjam, tehát egy bolondabb állítást megfogalmazni. Molnár Zsolt a testület szocialista elnöke nehezményezte, hogy sem a kormányfő, sem Gyurcsány Ferenc nem jelent meg a testület ülésén. Sajnálatos, hogy a magyar maga jogállamiságot és a parlamentarizmus nem tisztelve a hivatalban lévő miniszterelnök nem jött el, és ezzel kapcsolatosan, ezzel részben oksági összefüggésben korábbi miniszterelnök sem tette tiszteletét a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. Az elnök is megerősítette, a szolgálatok vezetői szerint 1990 óta hivatalban lévő miniszterelnökkel kapcsolatban a nemzeti szuverenitást érintő biztonsági kockázat nem merült fel. Szabó László minisztériumi alkalmazásának azonnali felfüggesztését követelik a honvédelmi minisztertől a szocialisták. Szerintük nincs helye állami pénzből fizetett pozícióban annak, aki így bánik egy újságírónővel. A honvédelmi tárca közben közleményben tudatta, Szabó hivatali karrierjében semmilyen törést nem okozott az eset. Rendőrségi meghallgatásáról távozik éppen Halász Júlia, a 444 újságírója. Amúgy csütörtöki lakossági fórumon történtek miatt szinte naponta be kell járnia. Most jelenleg a rendőrség a mobilomat vizsgálja, hogy megtörtént a fotó kitörlése, és ebben halad most a nyomozás, emiatt idéztek be újra. Azt mondja, nehezen viseli, hogy hazugságokkal vádolják, és hogy a történtek után a szerkesztőségét is megpróbálják támadni. Szerinte a Szabó Lászlóval készült keddi Index videó magáért beszél. Nem, semmiféle erőszak nem történt. Azt gondolom, hogyha nem történt volna erőszak, akkor nem lenne arra magyarázat, hogy hogyan került hozzá a mobiltelefonom.
Nincsenek nálunk a kamerák felvételei, tehát nem nincsen semmilyen kamerafelvétel a birtokunkban. Ez biztos, hogy amikor én az épület előtt kérem Szabó Lászlót, hogy adja vissza a telefonomat, illetve hívjuk a rendőrséget az ügytisztázása miatt, arról az ő egyik kollégája vagy barátja mindenféleképpen, abba biztos vagyok, hogy ő készített mobiltelefonnal felvételt. Felszólítjuk Simicskó István honvédelmi minisztert, hiszen ennek a botránynak a szálai személyesen Simicskó István honvédelmi miniszterig érnek, hogy azonnali hatállyal minden pozícióból távolítsa el Szabót. Ezt már Harangozó Tamás, a Honvédelmi Bizottság MSZP-s alelnöke mondja. Szerinte Szabónak nincsen helye a Honvédelmi Minisztériumban, és arra is magyarázatot várnak, hogy hogyan tölthet be egyszerre két munkahelyen, a minisztériumban és a kerületi önkormányzatnál is főállást. Szabó László a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal vezetője volt. Lapinformáció szerint azonban a múlt heti botrány miatt lefokozták, és már csak a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkári titkárságának munkatársa. Megkérdeztük erről a minisztériumot is. Válaszlevelükben azt írják, nem történt lefokozás. A rendezvényszervező hivatal ugyanis tavaly beolvadt a minisztériumba, azóta pedig Szabó László munkakörében nem történt változás. Nincs szó a Magyar Nemzet újságírójának, Lukács Csabának a bemártásáról az észak-koreai hatóságok előtt. Ezt próbálja bizonyítani az ökumenikus segélyszervezet azzal a levéllel, amelyet szerdán hoztak nyilvánosságra. Ebben Lehel László, a szervezet vezetője, 2013-ban Fennyen bécsi nagykövetétől kért találkozót, hogy beutazási engedélyt kapjon az ökumenikus segélyszervezet. A Lehel ügynöki múltját feltáró újságíró szerint az alapkérdésről terelik el a figyelmet. Ebben a levélben vízumot kérünk a munkatársak részére. Először ismerte el Lehel László, hogy levelet írt Észak-Korea bécsi követségének, de azt állította az RTL-nek, csak vízumot igényelt. Ez nekem a fickó csak ezt a részét mutatta meg. Tehát lehet, hogy ezt a levelet mutatta, lehet, hogy másikat. Lukács Csaba, a Nemzet újságírója 2013-ban Fennyánban egy külügyminisztériumi munkatárstól tudta meg, hogy valaki felfedte újságírói minőségét. A levélben, amelyet ma az ökumenikus segélyszervezet hozott nyilvánosságra, tényleg az észak-koreai bécsi nagykövetségtől kér személyes találkozót Lehel 2012. augusztusában. El akarta kerülni, magyarázta az RTL-nek, hogy munkatársait, a hatalomra került Kim Jong-un rendszerét lejárató újságíróknak nézzék. Kerülendőnek nevezte ugyanis egy kettős tevékenységet külföldön, és elégtételt szeretne kapni a Magyar Nemzettől. Az újságíró szerint viszont ez kommunikációs csapda. Cikkemben volt 30 állítás, a legkevésbé fontosat kiragadták, és azon rágódnak, miközben arról nem beszélünk, hogy az elmúlt 27 évben mi volt az akadálya Lehel Lászlónak abban, hogy kiálljon önként a nyilvánosság elé, és elmondja, hogy ügynök volt. Ha az én írásom nem jelenik meg, akkor ezt ma sem tudnánk. Hogy tudott egy lelkész a 80-as évektől egészen mostanáig hazugságban élni? Ez az alapkérdés, ami miatt a Heti Napló is megpróbált interjút készíteni Lehel Lászlóval. Nem adott. Írásban meg fogják kapni. Több részletben nem szeretnék belemenni. Van az Evangélikus Egyháznak egy tényfeltáró bizottsága, annak a bizottságnak a rendelkezésére álltam és állok a jövőben is. Szűkszavúan nyilatkozott az RTL-nek is. Azt mondta, reméli, a segélyszervezetben végzett munkáját is mérlegre teszik. A kötőszó Evangélikus blognak korábban azt mondta, a magyar állam egyházakkal kapcsolatos magatartásának külföldi pozitív elősegítését várták tőle annó. Egyetlen iratot írt alá, ebben az állt, kapcsolatot kell tartani a belső elhárítással az egyház érdekét szolgáló ügyekben. A hatos kartonja szerint viszont az egyház rendszerellenes tevékenységéről jelentett. Egy a beszervezése előtt egy évvel készített jelentésből pedig az derül ki, korábban az egyetemi hallgatókat megfigyelő osztállyal is volt kapcsolata, majd átvehette a papokat megfigyelő csoport 1983-ban. Az ökumenikus segélyszervezetet elértük telefonon, Kisboás sajtószóvivő azt mondta, hogy az RTL-nek adott tegnapi interjú után Lehel László nem kíván az ATV híradónak nyilatkozni. Azt is hozzátette, hogy a Magyar Nemzet újságírójának Facebook posztjára, miszerint vízumot nem e-mailben, hanem formanyomtatványon kell kérni, nem kívánnak reagálni. Az ATV híradóban Somos András csiportját látták.
Szövetkezetben dolgoztatná a nyugdíjasokat a Fidesz, ezzel csökkentve a munkaerőhiányt, számolt be róla az Index. Kósa Lajos és Harag Péter javaslata szerint a szövetkezeti forma nagy hagyományokra épül Magyarországon, és alkalmas arra, hogy visszavezesse a munkaerőpiacra azokat a nyugdíjasokat, akik nyitottak erre. A tagoknak vagyoni hozzájárulást kellene vállalniuk a szövetkezetben, a megkeresett pénzt pedig egy alapba kellene tenni. Ebből az alapból fizetnék a tagok vagy a közvetlen hozzátartozójuk egészségügyi, szociális vagy kulturális kiadásait. Ebben az esetben az ő munkavállalások után nem kell társadalombiztosítást, nyugdíjárulékot, egészségügyi hozzájárulást, meg semmi közköltséget fizetni, hiszen egyébként a nyugdíjasok nyugdíjas voltuknál fogva eleve biztosítottak. Értelemszerűen a nyugdíjukat változatlanul megkapják, és pusztán csak az ott végzett munka alapján annak a fizetésnek az SZIA-ját kell befizetni. Azok jártak jobban, akik 2011 után is bent maradtak a magánnyugdíjpénztárakban. A Világgazdaság összesítése szerint ugyanis a 4 megmaradt pénztár tagjai akár 62%-os hozamot is elérhettek. Ezzel szemben az állampapírok azóta alig 52, a tőzsdeindex pedig kevesebb, mint 46%-ot emelkedett. A megmaradt pénztáraknak együttvéve nagyjából 58 000 tagjuk van. A kormány korábbi ígéreteivel szemben azok, akik most lépnek vissza az állami rendszerbe, ugyanolyan nyugdíjat kapnak, mint azok, akik 6 évvel ezelőtt adták át az államnak a megtakarításukat. Bár voltak súlyos problémák és mulasztások a Gödi speciális otthonban, de a valódi jogsértést az otthonban engedély nélkül vizsgálódó civil szervezet munkatársai követték el. Így értékelte híradónknak a még jelenleg is tartó vizsgálat eddigi eredményeit a szociális államtitkár. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma néhány napja indított rendkívüli vizsgálatot a fogyatékossággal élő embereket ellátó Gödi otthonban, ahol egy civil szervezet jelentése szerint rendkívül rossz körülmények uralkodnak. Civere Károly szociális ügyekért felelős államtitkár bizottsági meghallgatása után azt mondta, túlzónak tartja a külföldi szervezet által feltárt ügyet. Az ügyet robbantó, magát jogvédőnek nevező szervezetnek a jelzése erősen túlzóak voltak, és nem találtak a munkatársnak eddig eltelt, mint egy 5 napban arra utalóját, hogy olyan súlyú bűncselekmények történtek volna, amelyet őt megállapítottak. Az államtitkár ugyan elismerte, hogy a nem hivatalos jelentés egyes részei valós problémákat tártak föl, ám problémának tartja, hogy a külföldi szervezet munkatársai engedély nélkül léptek be az intézmény területére. Nem volt engedélyük bemenni az intézménybe, nem volt engedélyük a lakóktól arra, hogy a fényképeket elkészítsék, és különösen nem volt felhatározásuk és joguk arra, hogy ezeket közzé tegyék. Azt gondoljuk, hogy a lakók, a fogyatékos emberek érdekeinek és jogainak a csorbításával, megsértésével nem lehet az ő jogaikat védeni. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, felháborítónak nevezte, hogy a kormányzat a problémák megoldása helyett a civil szervezeteket hibáztatja. Államtitkár úr szerint ők jogszerűtlenül jutottak be, és emiatt nem is fogják nagyon komolyan menni ezt az ott található jelentést. Ez egészen felháborító. Nem kaptunk választ arra, hogy mit tervez a kormány ezeknek a megakadályozására. Miért hagyták azt, hogy ilyen rendszer szintű problémájával váljanak a bántalmazások? Az ellenzéki politikus a bizottsági ülés után azt mondta, Mészáros Lőrinc kezébe szeretnék adni a Fóti Károlyi kastélyt azzal, hogy kilakoltatják a gyermekotthont. Cibere Károly viszont ezt teljesen megalapozatlannak nevezte. Az Európai Unió olyan fejlesztési stratégiát készül elfogadni csütörtökön, amely pozitívumként állítja be a bevándorlást, ezért Magyarország megvétózza a dokumentum elfogadását. Erről Szijjártó Péter beszélt híradónknak. A külügyminiszter szerint nagy felháborodást keltett a vétó bejelentése. Az állandó képviselők tanácsülését fel is függesztették emiatt. Mint mondta, Magyarországra több tagállam is komoly nyomást próbál gyakorolni. A magyar kormány ugyanakkor kész az újabb egyeztetésre, és saját javaslatokkal érkezik Brüsszelbe. Amíg az Európai Unió területén munkanélküliség van, addig a saját munkaerőtartalékokat kell mozgósítani, vagy olyan szöveget, amely a migráció veszélyeiről szól. Ezeket mi mind el tudjuk fogadni, de azt, hogy egy Európai Uniós politikai nyilatkozat arról szóljon, hogy ösztönözni kell a migrációt, mert hogy annak pozitív hatásai vannak, mi ezzel semmilyen formában nem tudunk egyetérteni.
Együtt vett részt egy hivatalos ünnepségen a távozó és a megválasztott francia elnök. Hollande drága barátjának nevezte Macront. Franciaország nagy pártjai mind azon vannak, hogy kiheverjék a választóktól kapott mostani pofont. Lassan eljön a hatalom átadás ideje Franciaországban, és a jelek szerint békésen. Legalábbis a távozó köztársasági elnök François Hollande és a hétvégén elsöprő többséggel megválasztott utódja Emmanuel Macron együtt vett részt egy hivatalos megemlékezésen Párizsban. Megválasztott elnök úr, drága Emmanuel Macronom, örülök, hogy itt vagy, mert már a jövőre készülsz, mondta a szocialista államfő, akinek kormányában Macron 2 évig volt gazdasági miniszter, mielőtt önnál útra lépett. Ugyanilyen ünnepélyes volt a légkör Hollande kormányának utolsó ülésén. A francia szocialisták nagyot buktak az elnök választáson, és gyorsan cselekedniük kell, ha a júniusi nemzetgyűlési voksoláson jobban akarnak szerepelni. A francia nép elfogadhatatlannak tartja a szocialisták jelenlegi helyzetét, a megosztottságot. A baloldali-jobboldali választóvonal továbbra is létezik, ezért a baloldalnak újra fel kell építenie magát, jelentette ki a kormányfő. Nem túl biztató a szocialisták számára, hogy volt miniszterelnökük, halottnak nevezte a pártot. Manuel Valls ráadásul otthagyja a pártot, és Macron támogatja. Távozik a szocialisták soraiból, leszerepelt elnökjelöltjük is. Benoît Hamon, aki mindössze 6%-ot szerzett a választás első fordulójában, önálló mozgalmat akar. Július 1-én széles körű mozgalmat indítok, ahol összegyűlhetnek a baloldali férfiak és nők, hogy a jövőről gondolkodjanak, jelentette be Hamon. Önvizsgálatra van szüksége a konzervatívoknak is, akiknek elnökjelöltje ugyancsak kiszállt az elnökválasztás első fordulójában. Mégis azt remélik, hogy a nemzetgyűlésben többségre tesznek szert a közelgő voksoláson, és együtt kormányozhatnak a centrista elnökkel. Hello to everyone. Energikusan folytatja a munkát Macron is, akinek egy közösségi portálra feltett videója valósággal felrobbantotta az internetet. A megválasztott francia elnök bírálta amerikai kollégája klímapolitikáját, és meghívta az amerikai kutatókat Franciaországba. Macron pártja egyébként a hétvégén új nevet kapott. A mozgásban a köztársaság azt reméli, hogy mind az 577 választókörzetben jelölteket állíthat, és többséget szerezhet a parlamentben. A férjével együtt ment el egy beszélgetős televízió műsorba Theresa May. A brit kormányfő most nem politizált, azt viszont megtudhatták a nézők, hogy a férje viszi ki a szemetet. Nagy-Britanniában június elején tartanak előrehozott parlamenti választásokat. May és konzervatív pártja számít a nagy esélyesnek. Tüntetők várták a Theresa May brit kormányfőt és ingatlanfejlesztő férjét Philipet szállító gépkocsit a BBC stúdiójánál Londonban. A házaspár kedélyesen mosolygott az adásban. Politikáról nem sok szó esett, legfeljebb az, hogy Theresa Mayről terjesztettek egyszer álhíreket. Egy újság azt írta az egyik választás előtt, hogy a kisbabám miatt nehéz lesz nekem megszerezni a konzervatív jelöltséget. Nem voltam terhes, ezért nem is foglalkoztunk a dologgal, egészen addig, amíg az anyósom nem telefonált. Igen, az anyám volt. Szemrehányást tett, hogy valamit elfelejtettünk elmondani neki, tette hozzá a férj, Philip May, aki arról is beszélt, hogy ő szokta levinni a szemetet. Arról azonban szabadon dönthet, hogy mikor. Az is kiderült, hogy még az egyetemi éveik alatt ismerkedtek meg, és Philip rögtön beleszeretett a csinos lányba. A vonzalom kölcsönös volt, és azóta is tart, tette hozzá a kormányfő. Theresa May beszélt cipőgyűjtő szenvedélyéről is. Mint mondta, egy nő a szép cipői miatt kezdett el érdeklődni a politika iránt. Nagy-Britanniában alig egy hónap múlva tartanak előrehozott parlamenti választásokat, amely által vezetett konzervatív párt számít esélyesnek. A kormányfő arra kéri a választókat, erősítsék meg a mandátumát az Európai Unióból történő kilépésről folytatott tárgyalásokon. Vádemelést javasol a rendőrség a milliárdos csalással vádolt bróker Marcsiként ismerté vált D. Sándorné ellen. Az asszonyt sikkasztással, csalással és pénzügyi tevékenység számviteli rendjének megsértésével vádolják. A nő karcagi utazás irodáján keresztül ígért a befektetőknek jelentős hasznot, azonban kiderült, hogy az egész piramis játék volt. A rendőrség szerint több mint 800 embert vert át, és ezzel 16 milliárd forintos kárt okozott. A nőt Belizben tartóztatták le, miután a pénzét elköltötte, és elkezdett ott is sikkasztani.
Néhány nap alatt 5 kábítószerkereskedőt fogtak el a rendőrök az ország különböző pontjain. Mind az 5-en előzetes letartóztatásban várják az eljárás végét. Az ajkai és devecseri terjesztőknél több mint 1200 darab ecstasy tablettát, több mint 2 kg amfetamin származékot és marihuánát is lefoglaltak. Ajkán az utcán ütöttek rajta a rendőrök a két dilleren, akiket ott a helyszínen megmotoztak, kocsijukat átvizsgálták. Már ekkor lehetett sejteni, hogy egy komolyabb terjesztői hálózat tagjait sikerült elfogni, akiknél ekkor is voltak kékszínű tabletták, amit az autó alá próbáltak eldobni. Egy hosszabb bűnfelderítő munkának az eredményeképpen mondhatom azt, hogy április 26-án a kora délutáni órákban Ajkán fogtunk el 2 kábítószerterjesztőt, és az ott keletkezett adatok alapján nagyjából 3 órával később Békés megyében szintén 2 kábítószerterjesztő felfogására került sor, majd az így feldolgozott adataink alapján 3 nappal később még egy újabb személy, tehát összességében 5 ember elfogását hajtottuk végre. A dílerek lakásait és autóikat is átkutatták, összesen 1226 darab ecstasy tablettát és valamivel több mint 2 kg amfetamin származékot találtak. A lefoglalt kábítószer utcai értéke több mint 6 millió forint. A megelőzéssel foglalkozó szakemberek szerint nem csak ilyen jól meghatározható anyagokat árulnak, hanem olyanok is, amelyek még nem számítanak tiltott kábítószernek. Sok legális szer is van az utcákon, aminek a használata rettentő mód veszélyes. Ezeknek a szereknek az összetételéről nem tudunk, tehát gyakorlatilag egy orosz rulett ennek a használata, ennek a beszedése. Ez nagyon fontos, hogy tudják a fiatalok, akik ezeket a szereket esetleg használni szeretnék. A rendőrök a házkutatásokon a kábítószer adagolásához szükséges eszközöket, mérlegeket, tasakokat, valamint nagy mennyiségű készpénzt is találtak, de több csomag már előre kiporciózott kábítószer is előkerült. Az 5 ember közül már mindegyik előzetes letartóztatásban várja az ellenük indított eljárás végét. Egyre kelendőbbek a rózsaszín gyémántok. A ritkaság számba menő drágakövek rekordárakon kelnek el az árveréseken. A kereskedők szerint a vörös és a narancsszínű gyémántok ritkábbak ugyan, mint a rózsaszínűek, mégis ez utóbbiakat keresik a leginkább. Áprilisban például a Pink Star nevű csaknem 60 karátos gyémántért 71 millió dollárnál is többet, átszámítva 20 milliárd 300 millió forintot adtak Hongkongban. Ez volt a Híradó 6 órakor, most pedig kezdődik a Start Krug Emiliával és Gajdos Tamással. És hogy milyen témákkal foglalkoznak, azt mindjárt mondja Tamás. Jó reggelt, kik jönnek hozzátok ma reggel? Jó reggelt, szervusz, Anna, köszöntöm a kedves nézőket is. Hát elsőként kezdünk Csárdi Antal az LMP fővárosi képviselővel, azon túl, hogy a reggeli friss lapokat is szemlézzük. Beszélünk majd arról is, hogy milyen törvénytelenségek vannak a fővárosi cégeknél. Tegnap ezzel kapcsolatban ő tartott is egy sajtótájékoztatót, hogy vajon miért nem tesznek ez ellen többet, ha már ismertek ezek az eredmények, mármint a fővárosnál. Aztán itt lesz Baranyi Krisztina, az Együtt önkormányzati képviselője, akivel már korábban is beszélgettünk, most pedig egy kicsit részletesebben is fogunk arról, hogy vajon mitől halott a Szamos, ő ugyan 9. kerületi önkormányzati képviselő, de hát a környezetvédelmet nagyon fontos problémának tartja, és a közelmúltban egy kis rögtönzött riportfilmet is készített a Tiszánál, ahol a Szamos ömlik a Tiszába, és hát elég szörnyű viszonyokat tapasztalt, erről beszélgetünk majd vele. Aztán itt lesz Kovács László, korábbi külügyminiszter, akit arról kérdezünk majd, hogy látja, milyenek az esélyek a kvóta per tárgyalásával kapcsolatban az Európai Unió bíróságán. Jön Jobbik frakcióvezető Volner János is, aki arról beszél majd, hogy Habony Árpád pert indította Jobbik elemet, hogy plakátjaikon jogtalanul szerepeltették őt, mert hogy ő maga szerint nem közszereplő. Végül, de nem utolsó sorban 8 előtt még itt lesz velünk Vénaszáj Márta, első kerületi önkormányzati képviselő, arról, hogy vajon mennyire indokolt az, hogy luxusautókat kapjon az első kerület polgármester, aki körülbelül 200 méternyire lakik önkormányzati bérelt lakásában egyébként a munkahelyétől. Erről is más érdekes témákról, a budavári lakásmutyikról is fogunk majd vele beszélgetni. Aztán 8 után jönnek a további érdekességek, tartsanak velünk. Köszönöm szépen, Tamás. Most tehát ezekkel a témákkal indul a Start. Én friss hírekkel legközelebb 7 órakor várom Önöket, addig is legyen szép a reggelük, viszontlátásra!